11. alkalommal adták át idén a megyei Prima díjakat. A múlt héten már megismerhették az idei díjazottak egyikét. A három kategóriában kiosztott elismerést a térségben kiemelkedő tevékenységet végzők kapják meg. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. N. Szabó József vette át az elismerést. A Nyíregyházi Egyetem Társadalomtudományi Intézetének professzor emirátusza gazda publikációs listával bír. Közel 300 tételt, monográfiákat, könyveket, tanulmányokat, cikkeket mutathat fel dr. professzor Habil N. Szabó József. Fáradhatatlan lendülettel kutatja a tudományos elitek és a politika viszonyát 1945 és 1948 között, amit nem csak országosan, de nemzetközileg is elismernek. Novumot hozott az oktatás és a politika összefüggéseit feldolgozó kutatási munkája is. Kimagasló tudományos jelentősége van, hogy nemzetközileg N. Szabó József teremtette meg a kultúrdiplomácia történetet, mint tudományszakot. Kidolgozta annak metodológiáját, kutatásaival, tudományos eredményeivel a Nyíregyházi Főiskolát a kultúrdiplomáciai kutatások egyik nemzetközi központjává tette. Eredményeit a világ tudományos élete ismeri és elismeri. Nem csak a Nyíregyházi Egyetem és a régió szempontjából, hanem országosan is nagy jelentőségű, hogy a professzor alapította meg Magyarországon a nemzetközi kapcsolatok szakot, mint interdisziplináris társadalomtudományi szakot. Létrehozta a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéket. Több mint 60 tanulmánya angol, francia, lengyel, német, olasz, román, svéd és szlovák nyelven is megjelent. Elkészítette akadémiai doktori értekezését, melyet nemzetközileg is kimagasló disszertációnak minősítettek. A tudományos munkának a lényege is az lenne, hogy novumot hozni, mert aki nem hoz novumot, a kutatásban az nem is tudományos munka. Novum meg úgy értékes, ha egy releváns témát dolgoz fel valaki, és ezt a releváns témát elmélyítve nemzetközileg is megismerteti. Ezért törekedtem arra, hogy nem csak a élvonalbeli magyar folyóiratokban publikáltam, hanem nemzetközileg is. Körülbelül 70 tanulmányom jelent meg idegen nyelven, ezáltal válik egy kutatás ismerté, mert külföld is igényt tart olyan magyarországi témákra, amelyek őket is érinthetik. Hozzám még az is társult, az én kutatásom az ugye nemzetközi tanszékvezető voltam. Az természetes, hogy egy nemzetközi is kell, hogy publikáljon idegen nyelven. Számos tudományos testület tagja. A Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos kitüntetéssel ismerte el kiemelkedő munkáját. 2007-ben megkapta az Apáczai Csere János díjat, Nyíregyháza Város életműdíját. Nemzetközileg is elismert munkáját a Magyar Érdemrend Lovakkereszt polgári tagozat kitüntetésével is elismerték 2015-ben. Köszöntöm a stúdióban professzor dr. N. Szabó Józsefet, jó estét kívánok! Jó estét, csókolom! És szépből gratulálok ehhez a szépen. Szép elismeréshez. Nagyon szép életút villant itt fel ebben a rövid bejátszásban. Hogyan keveredett erre a területre annak idején? Miért ezt a pályát választotta? Hát azért keveredtem erre, mert olyat kerestem, amit máski nem nagyon csinált, és hogy egy előző beszélgetés alkalommal, vagy egy lényeges, releváns téma legyen, amit szívesen vesz a tudományos élet, és adott esetben szívesen fogyaszt a úgynevezett nagy közönség is. És ezért, ha már az ember csinál valamit, akkor miért ne csinálja olyat, ami adott esetben hasznos, máskinek is tetszik, nem csak nekem, nem csak engem hoz izgalomba, hanem sok mindenkit. Van-e a kutatási területén belül kedvenc időszaka, korszaka, amit a legszívesebben vizsgál? Természetesen az 1945 és 48 közti korszakot. Hát miért? Hát azért, mert 1945-ben épül ki Magyarországon demokrácia. Ez volt az az időszak, amikor 46 őszéig demokratikus volt Magyarország. És akkor 46 őszétől már nem az, de kutatás szempontjából mind a kettő nagyon érdekes. Demokráciában azért érdekes, hogy hogyan viselkednek a különböző politikai erők a kultúra különböző területeivel, hogyan viselkednek az oktatást illetően, és mit az eliteket illetően, ami most a legújabb kutatási témám, hogy mi helyezik a hangsúlyt, milyen csoportokat preferálnak, melyik van diszpreferenciában. Ez azért lényeges, a másik a diktatúra kiépülése meg azért lényeges, mert ez meghatározta
körülbelül 40-50 évig Magyarország helyzetét, mert ugye az elitek azok nagyon fontosak. Annak ellenére, hogy egy ideig az eliteket, mint fontos erőt tavatták. Azt gondolom, hogy ez a fajta tudás, amit ön megtalált, az jelentősen módosítja az átlagtól való, tehát azt a látásmódot, ahogy a mai folyamatokat tudja értékelni. Mennyiben más ez, mint egy átlagember számára látni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak jelen pillanatban egy társadalomban, és ez várhatóan hová fog vezetni? Hát olyan értelemben eltér az átlagtól, mert ismerni kell azokat a determináló tényezőket, amelyek hatással voltak mondjuk a kultúra és politika viszonyára, kultúrdiplomáciát, hogyan határolja be a külpolitika és más politikai területek, illetve az eliteknél pedig tisztába kell lenni az egyes elitcsoportoknak az adott társadalmon és adott esetben a tudományos életben belül betöltött szerepével. Tudja-e befolyásolni ez a fajta tudás a jelen folyamatokat? Természetesen tudja, nem csak azért, mert tudománytörténetileg jó valamit feltárni és fontos, hanem azért is, ha van benne olyan, ami esetleg napjainkban hasznosítható, akkor ne kövessük el újból azt a hibát, amit mondjuk elkövettek korábban, vagy amit jól csináltak akkor. Miért ne csináljuk most jó, hogy ez lényeges. És a másik nagyon lényeges dolog, hogy a magyar kultúra szempontjából ezek meghatározó fontosságúak, mert a mi kultúránkat nem bízhatjuk arra, hogy mongol kutatók vagy angol kutatók tárják fel, ezt csak mi tudjuk elvégezni, és ezért ennek van egyfajta ilyen küldetése is. Mennyire fogékony a politikai elit, vagy a döntéshozók ezekre a jelzésekre, amit egy ilyen kutató, egy tudós jelez? Biztos fogékony, mert például a kultúrdiplomácia könyvemet, azt a külügyminisztérium egy nagyon fontos helyén kitették, és a külügyben dolgozó ismerőseim, barátok mondták, hogy tanulmányozák, tehát hasznosnak tartják, ugye ez nagyon lényeges. Hogyan éli meg, ha visszatekint a pályafutására, és most kapott egy szép díjat, de hát nem ez az első, ugye elhangzott, hogy számos elismerést kapott már. Az ön pályájában milyen jelentőséggel bírnak ezek a díjak? Hát ugye a díjakkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az ember nem azért dolgozik, hogy díjakat kapjon, ez egy ilyen átlag mondat, de jól esik mindenkinek, ha kap ilyen elismerést, egyfajta megerősítés annak, hogy talán amit csinál az ember az olyan, hogy érdemes, tovább kell folytatni, mert ez is abban az irányba mutat, hogy csináljuk továbbra is ezt. Mi az, ami az ön számára a legnagyobb elismerést jelenti? És most eltekinthetünk attól, hogy konkrétan milyen díjakat kapott. Hát a más, hogy a gyerekeim, unokáim nagyon örültek neki, ez mindig így volt. Az előbb említett másik díjaknál is, és az egy nagyon fontos dolog, hogy az embert, ha szeretet veszik körül, az ösztönzést ad annak, hogy még jobban csináljuk. Professzor úr, még egyszer gratulálok, és köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én köszönöm a lehetőséget.